Üdv mindenkinek, Scuderia vagyok, és hétfőn lévén szó, Minecraft lesz a tartalom. Ott folytatom, a labba hagytam. Hát ugye van még itt egy kis terve, amit ilyen stéget kéne csinálnom, meg a kerítés befejezni, de most valami nagyobb projektbe gondolkodok. Kicsit változatosabb legyen a műsor. Egyszer alszok egyet, meg ennem kell valamit, mert már nagyon éhest kezdek lenni szerintem. Igen. Nézzük meg, mi van a frigóba. Egyébként egy, hát ezt a mezőgazdasági részt, amit oldalt van itt, ezt akarom bevinni egy ilyen önaratós valamilyen, mondjuk egy malomba, egy malmot csinálok oda hátra. Ami egy házikó lesz, és abban benne lesznek a több szinten ezek a búza, majdani répa, krumpi, ilyesmik, amiket így egybe lehet majd egy gombnyomással learatni, hogy alul meg összegyűjjön. Valami ilyesmi tervem van. Mit tegyek, kenyeret? Nem is ittottam ki. Mi az inventory, akkor ez az, ja. Sült birkahús. Eszek egy sült birkahúst, meg egy kis kenyeret hozzá. Ja. Szerintem ez így eléggé korrekt reggeli. Oké, meg talán pont egy kenyér. Jó, akkor még esetleg egy almát még bedobok. És akkor ettem mindent, gyümölcsöt is. Oké, jó. Na, mi kell ehhez a projekthez? Hát van itt tölgydeszka jó sok. Igen, és ugye fa az kelleni fog hozzá. Felőlem lehet tölgyből is, végülis van itt zuzott kő. Viszek földet is, nem tudom, hogy az, de az kelleni fog biztos. Zúzott követ is viszek még egy picit. Ja. Homok az van, üveg az kelleni fog majd biztos, hogy bele. Majd egy ajtósárt, mert az meg kell majd az ajtóhoz. Fenyődeszka. Hm. Tölgyfa. Itt még akadt tölgyfa is. Ja, tényleg a... valamennyi fát kéne ültetnem. Viszek csemetét ki. Hol vannak a csemeték a szembe? Ja, begyűjtöttem, jó. Tölgy csemete, nyírfa csemete. Jó, hát olyan sok nem kell. Mondjuk 10 ilyet meg 10 olyat elültetek, aztán jó van. Egyelőre. Jó, akkor nem kell olyan sok. Ja, fenyőt is, azt is ültetünk, persze, abból is egy 10-et. Oké, így mi. Vélhetően nyugalom van kint, most már azért nem mozognak annyira mobok itt kint. Jó van. Na, akkor első körben. Betövöm ezt a lyukat első körben. Nem tudom, ez miért keveredett ide. Ja, ezt is majd ezzel is csinálok valamit egyszer. Ez a hatalmas kráterra. Jó. Egy munkaasztal, oké. Okay. Nem tudom, hol legyen a malom, valahogy ide hátra kéne csinálnom. Jó, most első körben még csak tesz, kimérem a helyét mondjuk. Mondjuk valahogy ide gondoltam. Ezen a részen. Ja, meg a fákat kéne elültetnem gyorsan, mert arra szükségem lesz. Arra bizony szükségem lesz a fákra. Jó, hát akkor így rakunk ide nyírfást. Ilyen non-figuratívan. Jó, ide is egyet. Meg ide is egyet, ebből a 6. Meg akkor ide. Meg oda. Jó, 8-at rakunk, akkor mindegyikből maradt 2. Tölgy csemete. 1 2 3. 4 5 6 7, és akkor még egyed valahova. Na, hova rakjam az utcsót? Ezt meg rakjuk akkor ide a ház mellé, talán nem lesz annyira útba. És akkor még kéne csinálnom fenyőből is egy ilyen ültetvényt.
Akkor azok meg itt a ház mögött lesznek. Egy, kettő, három, négy, öt, öt, hat, hét és nyolc. Jó, oké. Csak egy ilyen dobozt ide kintre is. Ne kell mindig cipekednem. Berakom ezt a sok fölös dolgomat, mondjuk ezt. Akkor a csemetéket, így van. De a búza se nagyon kell, hogy nálam legyen most. Jó, legyen így. Oké, na, minden adott, akkor ezeket most kicsapkodom, mert nem kellenek, és akkor megpróbálok itt létrehozni a... Első körben létrehozom a magát a területet, amin veteményes rész lesz, az ugye 4-4, és mondjuk így pedig, hogy lefolyjon a víz, ugye a vízzel fogom majd lemosni, azt hiszem 1-2-3-4, 5-6-7. Nem is tudom, meddig megy el kb. A víz, de mindjárt megnézzük. Lecsekkolom, mondjuk így, és akkor oda beleöntök egy vödör vizet, elmegyek egy vödörér. Azt ugye nem hoztam ki szerencsére. Hozok egy vödör vizet ide hátra. Illetve nem is kell, mert van egy kút. Csak a vödör kéne. Elvileg egy vödröm az van. Valahol itt a vödör. Oké. Okay. Na, menjünk akkor itt a szélén. Valahol itt a kutam. Igen. És akkor megmerítem a vödrömet. Sikeresen megtettem. És akkor ide beleburítom. Megnézzük, mennyire megy el a víz, mert már nem emlékszem pontosan, tehát pont idáig megy el, de nekem úgy kell, hogy le is menjen, tehát 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 hosszú lesz akkor az egész. Jó, és akkor 4 meg 7, jó, de most akkor nem is kéne ez, hogy így legyen, hanem 2, 3, 4, 5, 6, 7, ja, így. Oké, ezt itt kiszedem, ezt a sort. Ez igazából csak mérce lesz. És hát ugye magasabban lesz az egész mindenképpen, már kinőttek a fácskáim is. Mondjuk egy 3 magasan az már talán elegendő. Így van. De most itt az utolsó résznél, ahol lefolynak a magok majd, vagy hát a termények, ott még össze is kéne gyűjtenem oldalirányba. Az is azt jelenti, hogy... Mindjárt. Lehet, hogy ez még nem teljesen érthető, hogy mit akarok én itt kihozni belőle, de akkor itt is megcsináljuk. 1, 2, 3, 4, hoztam ilyet, hoztam. 5, 6, 7. Akkor ott lefolyik, de nem kell, hogy lefolyjon, tehát ez 8-as. Hogyha ide vizet rakok, akkor idáig elviszi a dolgot, és akkor itt potyognának le a termények. Ja, oké, ez így teljesen jónak tűnik. Ilyen csak ez duplán kéne, hogy legyen, mert lecsöpögjön nekem a fejemre a víz így a egészen keresztül, akkor valahogy így lenne. De fél elemeket is lehet rakni, azon nem folyik át a víz, jó. Itt pedig lenne az összegyűjtése. Most, hogyha még egy veteményesbe gondolkodok, akkor már nem az igazi a helyzet. Akkor csak egy oldalon lehetne vetni. Még pedig csak ezen az oldalon, de itt is kell vastagságának lenni, még fal is lesz itt.
Jó, és akkor itt a lépcsőház. Jó, hát akkor egy oldalon lesz benne, nem probléma. Nem probléma, nem kell olyan sok vetemény nekem. Oké, na, akkor megvan így az alap koncepció. Ja, de várjunk csak, a kell itt lenni egy vizes ároknak is ugye mellette, az azt jelenti, hogy valahogy így, akkor itt lesz a fal, tehát akkor mindenképpen korrekt így, mert itt lesz a víz, ugye, hogy a az viszont egyel hátrább megy, tehát mindenképpen valahogy így fog kinézni, és akkor ez a rész lesz a veteményes maga. Így. Jó, oké. Nem már, hogy megint este van. Ó. Na, még ezt fölrakom. Itt folyik le a cucc. Az utolsónál meg nem is kéne, hogy lefoljon az egész, hanem csak a széléig menjen le. Tehát hátul 8-ra kell elmennem. Na, gyorsan lerakom, hoztam ki egy ágyat is. Ezzel se legyen probléma. Gyorsan hunyok egyet itt kint a kert végébe. Tiszta kemping hangulat. Na. Jó, most már elég érdekes ez a szerkezet, amit itt összetákoltam. Ide csinálok egy lépcsőt, hogy föl tudjak mászkálni rá. Oké. Na. Most meg lesz mindjárt a végleges verzió, tehát itt kell elmennem hátrafele 8-at. 2, 3, 4, 5, 6, 7 és ez a 8. Így. Jó. Ekkora lesz akkor a vetemény, és ez már lesz lerakom, mert ez fix, ez biztos, hogy itt lesz. Nem tudom, milyen magas legyen az egész, hogy hány szinten menjen ez a veteményes di. Ezen a felé meg egy nagy ablak lesz, hogy onnan bejöjjön a fény, és működjön a dolog. Jó. Akkor... Hát itt fából fogom ezt szerintem megcsinálni, ezt itt le is szedem. Nincsen lapátom véletlenül. Le tudok csinálni lapátot. Ne kell annyit koppogatnom. Milyen nehezen nőnek a fenyők, nem szeretik ezt a környezetet biztos. Na, akkor legyen egy lapátom, és akkor így már hatékonyabb leszek a bontásban is. Oké, itt akkor el is kezdem, ezt lebontjuk, és akkor ide rakom az első tölgy lesz a benti munkálatoknak a legfőbb eszköze. Jó, ezt is akkor. Jó. Lehet, hogy ez így gyorsabb, mint cserélgetni az eszközt. Oké. Jó, rendben. Mivel ennek kell meder, akkor mindenképpen lesz itt egy ilyen külső része is. Végis úgy gondoltam, hogy itt ebbe bele lesz rakva a víz, ami errefele folyik. És ha onnan majd így több szinten leömlik a víz, lezúdul, akkor learatja minden szinten jobbra-balra haladva a magokat, és a végén ide bepotyognak. Ez lesz a végső, de innen a víz kitolja ezen a lyukon, és a lyukon pedig itt lesz majd egy ilyen gyűjtő, amiben összegyűlik egy ládába, teszem azt, ez az egész cucc. És akkor az úgy jó lesz. Ja. Ez a terv. Oké, na mindegy, akkor ezt itt folytatom. Megcsináljuk a medret. Alul lehet, hogy majd... Illetve nem, ez még, ez így jó, ezzel nincs gond. Itt viszont van gond, mert itt víznek kéne, hogy menjen. Víznek kéne, hogy menjen. Jó. Az azt jelenti, hogy még egy szinten följebb kell a veteményest vinnem, hogy ez így jól működjön. Akkor viszont itt is megy végig a fa. Oké, és akkor itt pedig így lesz a jó, oké. Itt lesz a veteményes. Jó.
Kell még valami szerviz helység is, ahol fölviszem a redstone-t tetejébe, hogy elesenítani mondjuk az alsó szintről a folyamatot. Ez nem tett jót, egy kis bokanyíltörésem lehet, hogy lett. Ja, és akkor ezt itt lekopogatjuk, mert erre már nincs szükség. Nagyszerű. Szintén nincs szükség erre, meg szerintem, ja, ez se kell már. Ez a kimért rész, a hátsót azt még meghagyom annak, hogy legyen egy ilyen támpontom. Ez megint szintig bontható. Jó, oké, itt a följárómat azt meghagyom, ez itt korrekt, jó, azt kiszedtem, az nem korrekt, de mindjárt azt is akkor. Jó, egy ilyet hagyok még itt hátul. Oké. Ez nem pontos, ez a lépcső. Így már jobb a helyzet, oké. Na, jó. Na tehát akkor ez így fog kinézni. Kb. Bele is tehetem akár a vizemet oda. De csak úgy, ha itt lezárom ezt a részt. Aztán ki kell találnom egy kör alakú méretet. Elvileg ez most pont úgy folyik végig, hogy nem folyik ki belőle. Így van ez itt, hogyha ebben most rakok valamit, mondjuk itt a végén, az ott elvileg ki fog pottyanni. Ja, így van, és akkor itt majd összegyűjti egy ilyen tölcsér, aztán bele egy ilyen ládába, és hogyha onnan föntről meg a magok potyognak, vagy a kaja, meg az összes learatott holmi, akkor azok is jó helyre esnek be. Jó, akkor most itt megcsinálom a medrét a veteményesnek is, mert őnek is lesz egy medre. Hogy jó sok fa megy majd ebbe bele, úgyhogy a tölgyfaerdőt kell majd erőltetnem. Ezt azért csináltam így, hogy itt le tudjam zárni. Így, ja, jó. Ezt most egyelőre a fölösleget azt kiszedjük, mert nem kell. Itt viszont kell egy záró mindenképpen. Hát talán nem méricskéltem el nagyon, de ha kell, a kerítést is átalakítom, tehát hogyha kívül megy az ívem, akkor kívül megy az ívem, nem probléma. Mondjuk egy nagyon nagy hodály lesz ahhoz képest, hogy mennyi termény jön ki belőle, de hát mindegy, nem baj. Itt meg még egy lépcsőházat is kell csinálnom. Jó, ahogy látom, ügyesen megoldottam a lépcsőt. Megint. Megint kezdett fölösleges lenni itt. Jó, na. Ide meg csinálok egy kutat. Ide. Oké. Hova tudok kimenni vizér? Hát a közelebb a kutam az itt van, úgy néz ki. Az erdőbe, az erdő mélyén. Ezt megcsináljuk itt kint aztán. Jó, és akkor még egyet hozok bele, akkor örök forrás lesz ebből is. Mint itt az erdei kutamból. Szépen kijöttek a fenyők is. Rögtön megismerítem, oké. Jó, aztán meg is, még így is átcsöpög rajta. Ja persze, hogy átcsöpög, igen, mert az egy rétegű. Oké. Ja, ezt nem akarom, hogy itt csöpögjön a víz, mert az olyan fura. Ja, hát ebből kell hoznom egy pár vödörre. Ja, ez igaz, ebből kelleni fog. Még egyet beleburít. Nem, egyet csak magamnál tartok, hogy legyen. Nem fogom most ezt föltölteni. Nincs értelme. Meg kéne legalább 2-3 vödör, aztán akkor lehetne egy füst alatt feltölteni. Jó, akkor most megtervezem a fölötte lévő placot. Ami ugye itt lesz, ezt majd le kell fednem, ezt a részt. Hát ideiglenesen most földdel fogom ezt megtenni. Hogy tudjak tesztelni. Ja, oké. Itt hátul viszont nem. Itt nem idegleneskedünk, itt ide mehet a fa, mert itt úgyis fa lesz. Ez mi? Tölgyfa? Elhasználtam az összes ezért tölgyfa deszkát, nem semmi már most. Na, oké. Ezt itt le kell zárnom, ez 100%. Itt pedig ugye üveg lesz majd.
Azt is most egyelőre földdel helyettesítem, tehát itt lesz az üvegrész, ilyen nagy kocka tömbökkel fogok ott operálni, hogy a párkányra ne tudjanak ráülni a learatott magok, és valahol itt fog bezúdulni a víz ezen a részen, az azt jelenti, várjunk csak, nem jó, mert akkor nem jön ki a 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, de kijön, 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 de egy tesztet próbálok. Elvileg, hogyha ide beleburítom a vizet, ami fölülről esik, akkor itt nem szabad, hogy kifolyjon, hanem csak így a végére, így van, eljut. Nagyszerű. A másikokra nem tudom, azt hogy kicsit rövidítenem kell majd a víznek a pályáját, mert ott át kell, hogy jusson azon a részen, hogy ott le is folyjon a víz mindenképpen. Na, akkor megyek följebb. Megint sötétedik? Hát ez hihetetlen. Jó. Csak ide egy lépcsőt magamnak. Nem tudom, milyen magasra kell itt föl mennem egyébként. Az X. Jó, egyelőre ilyen magas az elég lesz, és akkor valahol itt kéne megpróbálnom ezt a dolgot. Hogy itt. Jó, ez elég nehéz lesz. Megyek aludni, szerintem mert már nem látni jól. Na, még nem tudok aludni. Addig számolgatok, hogy milyen magasnak kell lennie, úgyhogy a víz medrét is meg tudjam csinálni. Meg, hogy én is beférek. Hát végülis, hogyha két blokk magasak, ugye beférek. Két blokknál, mondjuk a harmadiknál kezdődik a meder alja. De az a falba lesz, úgyis az nem számít, akkor... Tudom én, olyan négy blokk távolságra bőven elegendő, hogyha a következő szint elkezdődik. Na, megvan az alvás, megvolt, megyek vissza a szerkezetbe. Oké, tehát egy... Itt lesz majd a medder rész, való lesz egy ajtó, ugye? Le lesz fedő, tehát itt... szervizelni tudjak, mert ugye kell majd szervizelnem mindenképpen, ezt nem úszom meg. Mondjuk körülbelül itt egy ilyen kettes ajtónak kell lennie. Jó. Oké. Tehát itt egy ajtónak mindenképp kell, hogy beférjen. Annak nem kell, hogy fölötte még egy ilyen oszlop legyen, tehát itt már elvileg kezdhetem a következőt. Hát végül is akkor ennyi gyakorlatilag. Mert a vízmeder akkor mondjuk itt lesz, de akkor csöpög az ajtóm teteje. Igen. Jó, az nem érdekel, az ajtóm teteje csöpöghet. Abból nem csinálok gondot. Akkor viszont így fog működni a dolog. Kb. És mivel itt folyik be a víz, akkor ide nem kell semmi. Ezen a részen viszont itt folyik be a víz, és innen kezdődik a dolog. Megoldódott a csöpögés is, mert akkor így lesz az ajtó. Itt lesz az ajtó, ide rakom az ajtót, majd ez is fára ki lesz cserélve, és ez a része viszont le lesz zárva a dolgoknak, mert hogy itt folyik a víz, oké. Jó, itt lesz akkor a termő talaj. Ez eldőlt, ja, így. Így. Na, megvan a magassága. Itt most nem biztos, hogy fölférek, de fölférek éppen, oké. És itt 7-re lesz ez mindenképpen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 és 7. 7, mert ide kell érkezzen a víz a hetedikre, ez pedig 4, hát ez 4 lesz, ugyanúgy a másiknál is volt. Jó. 4, és akkor mivel ez a termőtalaj, itt berakhatom a fát már, mint ez lesz ugye alul a párkány, mondom, ez erre kerül rá majd az üveg. Jó, akkor így rakom, így is jobb. 2, 3, 4. Hol van? Ott. 5, 6, 7. És itt meg akkor mehet ki ide a széléig. Jó, így.
Azt majd ott mindjárt megoldom. Jó, és akkor oda ki tudok jutni valahogy, ezen talán ki tudok jutni. Így, oké. Okay. Ezt itt lezárjuk. Meg akkor ezt is rendesen lezárjuk. Akkor ez lesz a meder. És a medret pedig szintén fából csináljuk. Nem földdel. Mert ez már a végleges meder szint. Lesz ennek a termőterületnek. Jó, és akkor itt itt le kell zárnom. Elvileg. Hol is vagyok? Ja, itt voltam, igen. Ez a termőterület, jó, itt lezárom. Ide, itt van a hetedik. Akkor pedig így. Itt lesz a zárása neki, így van. Jó, ide nem kéne már lezugnom, mert lassan meg is halok, mire elkészül. Oké. Jó, szerintem ez a max, amit ki lehet hozni belőle, már úgy mondom, hogy maximum, hogy muszáj, hogy ennyi terület különbség legyen a kettő között. Az a párkány vonal, de akkor a termőterület... A termőterületnek itt kell lenni mindenképpen. Most azt nézem, hogy vihetném egyen lejjebb a termőterületet. De nagyon akarnám, vihetném. Ugye kiszedem minden a lépcsőt, aztán ezt még átgondolom. Nézzük csak okosan. Tehát, hogyha ez az egész egyen lejjebb jönne, akkor ez lenne a vízszint. De csak akkor sokkal kevesebb fény jönne be, azért legyen ilyen három magas az ablak. Nem, ez négy magas már. Ez már négy egység magas. De a malmok meg magasak, akkor olyan sok szint kell. Legyen így, ez lesz akkor a mérce. Egyel elvileg lejjebb is lehetne vinni, de most nem fogom lejjebb vinni. Jó, akkor ezt itt kitöltöm, ez mindenképpen a következő második szintnek a termő területe lesz. És akkor most itt kívül csinálok majd valami lépcsőt. Mondjuk ide. Ide gyártok egy lépcsőt. Nem, ez nem is kellett ide igazából. Így már jó lesz a külső lépcsőm. Oké, na így fönt is, el is fogyott mindenem. Nagyszerű. Még egy kis földem sem maradt semmi. Jó. Jó, ez de bemegy a víz, és akkor az úgy tökéletes lesz. Most el kell mennem földér. Mindenképpen, mert... Elfogyott sajnos. Itt mi történt? Itt mi történt? Ez gondot okoz a mondjuk egy ilyen folyásnál, hadd nézzem. Vagy elfér ott alatta. Ja nem, nem okoz gondot. Jó, hát akkor ilyen marad, nem probléma. Csak mert ott mindenképp kell egy záró terület. Most itt leugrok mindenképp. Jó. Csöpög itt ott a víz, de nem probléma. Jó, itt meg egy ilyen lépcsőház lesz, meg még lesz egy ilyen redstone szerviz följáró is. És utána fogom majd megcsinálni az íves keretet. Vagy hát enyhén íves lesz. Mégis ahol az üveg lesz, ott egyenes lesz, és a többit próbálom meg majd ívezni a malomnak. És akkor úgy talán működni fog jól. Itt pedig a végső kiömlő nyílás. Most azt nem tudom, hány egység magas legyen, de hát egy olyan 4 vagy 5 ilyen termőterületet bele fogok rakni a malomba, és akkor hát 4 vagy 5 féle fajta vetés lehet benne, amit el tud vinni a víz. Ugye a répát is elvileg az is működik ilyen vízes aratással, ha jól tudom, jól emlékszem. A búza és a krumpi is, az is lejön vízzel, le lehet mosni. És akkor az 5 szintet egy gombnyomás ide le lehet mosni erre a részet. Persze az ültetést azt manuálisan kell végezni, de azért ez sem egy rossz dolog. Lesz majd, hogyha elkészül. Jó van, hát igazából az idő is elszaladt.
folytatom majd a következő részben, akkor még azt a kettő vagy három szintet, amit beleterveztem, azt fölviszem. Veszek, elmegyek most haza, veszek magamhoz földet, meg ilyesmit, hogy nehogy elfelejtsem a következő körben, mert akkor biztos az lesz, hogy fölmászok a tetejére, aztán ott megint eszembe jut, hogy nem hoztam földet. És jó, két stacket magamhoz veszek, mert az kelleni fog. Meg ilyet is viszek, bár ebből nem sokat használtam, de azért föld az viszont kelleni fog bőven. Abból viszek így három stacket is, de most már nem megyek. De bár kimegyek, végül is kint maradok. Úgyis van ott ágy minden, úgyhogy adott lesz. A fennmaradt részem meg, hogyha elköltöztetem ide a búzát, onnan előről, akkor ott majd, nem tudom, még az állattartást növelem, majd úgyis kell még malac, meg itt a nyúl, ilyesmi, annak ott legyen akkor helye. Jó. Jó, hát remélem úgy nagyjából világos, hogy mire készülök, de majd így a közbe-közbe biztos, hogy jobban érthető lesz, hogyha esetleg valami még nem világos belőle. Egyszer valahol valami szerveren már csináltam ilyet, úgyhogy elvileg működőképes a dolog. Csak hát ugye mindig mások a méretek, azért esetleg nem biztos, hogy jól jön ki a lépés, de majd közben faragcsálom, aztán lesz belőle valami, már most magasabb majdnem, mint a házam, de jó a kilátás is a malomból, kilátó is lesz majd belőle. Át fogok látni a hegyeken. Szuper. Jól van, köszönöm akkor, hogy megnéztetek, és akkor jövök majd a következő résszel hétfőn, és akkor folytatom ezt a malomépületet. Sziasztok!